Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kicsonyozott mindannyiatokat Szent Háromságnak a vasárnapján, kezdjük imánkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Emérünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek mindenkor. Remélem, hogy egy áldott szép hetetek volt pünkösd után. Benne volt egyszerre a nyár és a tél az új havazással. Benne volt a tegnapi napnak egy nagyon barátságos kerékpár túrája, sokan voltunk így az összetartozásnak az útján, jó volt együtt lenni. És ezt az egységet ünnepeljük most így a Szent Háromságban, a szeretet közösségéből jövő teljes, tökéletes, olyan közösséget, szeretet kapcsolatot, amit csak Isten tud megtapasztalni, de amire nekünk is hivatásunk van. A kérdés az, hogy akarod-e ezt? Akarod-e megtapasztalni és megosztani a szeretteiddel? Tekintsünk magunkba, van-e valami, ami akadályoz ezen az úton? Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és palasztással. Én vétkem, igen, nagy vétkem. Ezért a gondolságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat, szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz, Uram,
Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életet, csodálatos titkát. Hadd, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Üljünk le és hallgassuk meg most így az Ószövetségi olvasmányt, amely megmutatja azt, hogy hogyan lehet olvasni a történelemből, megtörtént eseményekből Isten jelenlétét. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vagy az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok közül beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből, megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a te istenetek tette veletek Egyiptomba a szemetek láttára? Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben, és lenn a földön, az Úr az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána gyerekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad örökre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Sziklaszirád az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, tele van a föld az Úr irgalmával. Boldog az a nemzet, melyet
az Úr örökbe fogadott. Az Úr szavára lett a mennybolt, szája leheletére a csillagok ezrei, mert csak szólt és meglettek, parancsolt és létrejöttek. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Az Isten félőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Az Úrra hagyatkozik lelkünk, ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Boldog az a nemzet, melyet az Úr örökbe fogadott. Szentecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez Isten igéje. Istennek legyen hála. Aki van, aki volt, és aki eljön újra. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Nem tudom, hogy
Milyen így az első élmény hallgatva ezt a szentírási részt? Bennem van valami komolyság, valami egész ünnepélyesség, ahogy Jézus egy utolsó megbízást ad nekünk. És ez a megbízás a Szent Háromságos Istennek a nevében történő hitvallás. Olyan nehéz ilyenkor körbeírni a Szent Háromságos Istent, olyan nehéz egy képet találni, és a egyház történetek a 2000 évvel alatt olyan sok hasonlat született. A három hang, amiből egy szimfónia, egy harmónia születik, az egyenlő három, egyenlő szárú háromszög, az egyenlőség és a végtelenségnek a tapasztalata. És amit választottam, a három alapszín. Talán így emlékeztek iskolás élményből, amikor elkezdtünk festegetni, és a három alapszínt tanították, a pirost, a zöldet és a kéket, fölfestettük három cikkelybe a lapra, és elkezdtük gyorsan forgatni a körző körül, és mi történt? Fehéret láttunk a három szín helyett. Nem szűnt meg a három szín, hanem egy egységet tapasztaltunk. De klasszikus leírás annak a titoknak, amit így mostan próbálunk körbejárni. Amikor a tanítványok ezt a küldetést megkapják, újra Galileában vagyunk, a feltámadt Jézussal való találkozások után, a Galilea, a hegyek, a kinyilatkoztatás hegye, mint Sínai hegy, Galilea az első találkozásnak a helye, ahol Jézus meghívja őket, és itt van a záró találkozás, a záró küldetés is. Ők ide jönnek, de olyan szép az, hogy ott Jézus fogadja őket, ott Jézus lép eléjük. Annak a tapasztalata, hogy mindig Isten teszi az első lépést. Mindig ő kezdeményez, ő hajol le hozzánk. És itt kapják a nagy parancsot, a küldetésnek a nagy parancsát. Vigyétek el az örömhírt. És közben olyan emberi, megint olyan reális az evangélium, ahol egyszer jelenik meg benne a hit és a kétel. Leborultak, azaz teljesen elfogadták Jézusnak a messiási mi voltát, teljes azonosulás azzal, aki elfogadnak uruknak, és közben a kételkedés. Mi úgy olvassuk itt, hogy egyesek leborulnak, mások kételkednek, de azt mondják a biblikus tudósok, hogy ez tulajdonképpen ugyanarról van szó, inkább arról, hogy leborultak, bármik kételkedtek. A kettő az egyszerre van jelen az életünkben. A teljes hit, a teljes Isten tapasztalat, az majd csak a szemtől szembe való látáskor lesz lehetséges. Egyszerűen azért, mert 11-en vannak, nem 12-en. Mert ez a csoport, ez nem teljes, ez nem tökéletes, ez nem mindentudó. Talán ez megnyugtat minket is, hogy mi se vagyunk azok. És ők kapják a küldetést ebben a gyengeségben, hogy vigyék el. Vigyék el azt az örömhírt, hogy Isten szent háromságos szeretet. És itt persze akkor megállunk, mert olyan nehéz beszélni a Szent Háromságban. Egy olyan időszak után vagyunk húsvétnak, pünkösdnek a nagy képei, a nagy események, olyan könnyű belelépni, könnyű elképzelni, könnyű úgy valahogy igazán kézzel foghatóvá tenni akkor, hogy ki számunkra Isten. És itt valahogy érezzük azt, hogy szavunk töredékes, tökéletlen, bizonytalan. Márpedig azért mindenkinek van egy képe Istenről. Az Isten kép az, ahogy látom Istent, ahogy elképzelem Istent, ahogy megszólítom Istent. Ilyen vagy olyan, de ezt látom. És ez persze mindig leegyszerűsíti a világot, főképp Isten, mert Isten mindig más. De az egy pár dolog egészen világos a Szentírás tapasztalata alapján, Istenről. Itt legfőképpen az, amit megismerünk Jézusnak az örömhírjéből, hogy Isten a szeretet. Ez egy közösség,
egy szeretett közösség. Három teljesen egyenrangú, teljesen egyben lévő identitás között. Ez egy teljes közösség, amely arra épít, hogy a három Isten személy együtt van épp azáltal, mert teljesen megosztja önmagát egymással. A kommunikáció, a teljes közösséget fejezi ki, ahogy a három személyben bármelyiket ismerem meg, mindegy másik kettőt is jobban meg fogom ismerni. Ha elindulok az egyik felé, a másik két személy felé is elindulok. És az fontos itt látni, hogy egyenlő ez a három Isten személy, és egyenlő, nem egymás után jönnek. Volt a Teremtő Atya, aztán akkor a fiút megtapasztaljuk, így itt a Betlehemben megszületett Jézusban, és úgykor onnantól lép be a történetbe, és a Szentlélek, aki lemarad, és akkor majd pünköskor. Nem, ezek egyidejűleg, egységben, a kezdettől egyidejűleg vannak jelen. Három személyt fogalmaz meg a teológia, három személy egy Istenbe, és közben ez valamiben segít, valamiben nem. Mert ügyelni kell, hogy ma a személy alatt, filozófiai értelemben azt mondjuk, ahol három önálló öntudat és akarat van. Itt nem. Ez egységes. Még kevésbé három test. És közben a másik oldalra az is igaz, hogy ez nem csak valami teljesen egységes dolognak három aspektusa, három különböző féleképpen látom. Mégis megvan valami teljes önállósága ezeknek a személyeknek. Ezért írjuk le ezt a nehezen megfogalmazható kapcsolatot Atya, Fiú és a Lélek között, mint egy szeretett kapcsolat. A hogyan a lényegesebb. A Szent Háromság arról tanít, hogy hogyan működik Isten, hogy hogyan ismerhetem meg Isten. Három személyben, az Atya Isten, akit a Teremtőben hordozunk magunkkal, akit talán a megközelíthetetlen, akit talán a megismerhetetlen, akire azt mondjuk, hogy Isten soha senki nem látta. A Fiú Isten a megtestesült, az emberré lett, személyes Isten, a megváltó, akit meg tudunk szólítani, annyira közel tudunk érezni magunknak, és aki azon munkálkodik, hogy az egész világ itt és most jobb legyen. És a Szentlélek, aki éltet, aki összetartja ezt a világot, aki lehetővé teszi, hogy egyre jobban megismerjem Istennek a lényegét, aki felfoghatóvá teszi a kinyilatkoztatást. A Szent Háromság annak a kinyilatkoztatása, hogy Isten szeretet. Ez az egyszerű válasz. És ha szeretet, akkor az világos, az nem kontrollálható. Az nem olyan, amit, hogyha be tudom azonosítani, be tudom kategorizálni, akkor én birtoklom. Nem, a szeretet az egyedüli, amit nem tudok birtokolni, vagy csak nem abban az értelemben, hogy magam is részesedek benne, hogy részesévé válok. És ez egy lényeges, mert ez egy olyan szeretet kapcsolat, amiben minket is meghív. Arra, hogy mi is legyünk részesei. Amikor az angolban azt mondjuk, hogy being in love, szeretetben lenni. Na ez írja le valahogy nagyon szépen, nagyon egyszerűen, hogy miről szól a Szent Háromság. Meghív minket, de mit jelent akkor ez számunkra? Az első az, hogy tanuljunk tőle szeretni. Hogy kapunk egy egészen világos mintát. Olyan tökéletlenül, olyan sok korláttal, olyan sok gyengeséggel, önzéssel szeretünk. Indulunk ki onnantól, hogy van egy minta a teljes szeretetre. A közösség, a Szent Háromság személyé között, amely valóban az egyenlő személyek közötti teljes megosztásnak a képét hozza. Olyan szép megint, hogyha picit a szavakat értelmezzük, a communio latinban a közösséget jelenti. Keresztényként a communio számunkra már a szent áldozást jelenti.
mert a közösségbe tudunk lépni, a Szent Háromságos közösségbe tudunk lépni azzal, hogy magunkhoz vesszük, hogy közösséget vállalunk a szent áldozásban a közénk jövő Jézussal. Tehát a kommunió az, ahol megtapasztalom. És aztán persze megy tovább, itt akkor a nyelvi fejlődés, a kommunióból lesz a kommunikáció, ahol megosztom azt, amit megtapasztaltam. Egy közösség élmény, amiben be tudok lépni, és amit meg tudok osztani. De ezt a minta egy tökéletes, egyenlő felek közötti szeretetre épülő megosztásra. Amikor mi kommunikálunk, akkor mindig manipulálunk, és akkor mindig valahogy próbálunk kontrollálni. Ez, ami hiányzik ott. És ebbe hív meg akkor minket is. Tehát, ha meg tudom ismerni Istent, akkor egy mintát kapok. Ahogy az első olvasmány mondta, ahogy Mózes segíti visszatekinteni a választott népet arra, hogyan tapasztalták meg Istent, az első meghívás az, hogy nézz vissza a saját történetedre. Hol tapasztaltad meg ezt a hordozó, teremtő, megerősítő szeretetet? Amire azt tudod mondani, ez számomra Isten. Ő szeret, azt szeretném, hogy ő formálja. És ha megvan ez a minta, akkor a második feladat az, hogy éljek-e minta szerint. Ha ez egy szeretett kapcsolat, akkor rendezzem a kapcsolataimat ez a minta szerint. Istennel, embertársal és önmagammal. Istennel azzal, hogy megismerem, hogy keresem és megismerem mindenbe Istent, és megpróbálom erre alapozni életemet. Ahol valóban az a kérdés, hogy prioritás-e Isten számodra. Aztán rendezem kapcsolataimat a másik emberrel. A családon belül, a barátok között, az ismerősök és ismeretlenek felé. Ennek a mintája lehet az elmúlt vasárnap üzenete, a pünkösd üzenet, a kiengesztelődés. Ha akarod a kiengesztelődést, ha szolgálod a kiengesztelődést, akkor növekedni fog ez a Szent Háromságos Isten kapcsolat. És persze önmagaddal is. Itt vagyunk egy nagyon nehéz, egy kifárasztó időszakban, egy bő egy év óta. Annak a megtapasztása, hogy szükség van támogatásra, megerősítésre, erőforrásra és türelemre önmagaddal szemben. Ez is ennek a része. Ha megismerem Istent, ha elkezdem így rendezni kapcsolataimat, akkor megtörténik egy olyan átalakulás, ahol elérek a harmadik ponthoz, hogy megosszam. Megosszam ezeket az életet adó tapasztalatokat másokkal, mert erről szól a mai evangélium. Hogyan megy ez? Nem a mi erőmből. Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok a világ végéig. Ez megint az a kapcsolat, ami ott van, csak azért, hogy észreveszem, hogy élek ezzel, hogy belépek ebbe a kapcsolatba. És milyen szép, hogy ezzel az üzenettel fejezi be az evangélium, veletek vagyok, amivel kezdte. Az angyali üzenetnek a központi része, az Emmanuel, a veletek levő Isten lép közétek. Erről szól az egész evangélium örömhíre. Isten velünk van. Ha ezt megtapasztalom, akkor valóban tudom megkeresztelni a környezetemet ennek a tapasztalatával. Mit jelent az eredeti szó, az alámerítés, amit itt használunk. Alámerítkezünk. Belemerítkezünk, ma is belemerítés. Mit jelent ez? Belemosakodás. Az, hogy egészen belelépek, hogy megosztom azt, ami fontos, hogy mélyre megyek. Nem a felülete, hanem mélyre megyek. Tehát mélyre megyek Jézus tanításába. Mélyre megyek Isten jelenlétébe. Próbálom megismerni Atyát, mint a felettem levő teremtő valóságot. A Fiút, mint a mellettem levő éltető, mintát adó, megváltó erőt, és a Szent Lelket, a bennem lakozó, éltető erőt. És ha ez megvan, ez a tapasztalat, akkor valóban mehetek minden népet és nemzetet tanítványá tenni. Kinek? Kinek vigyem el ezt? Mindenkinek. Mikor? Mindenkor. Amikor egyszerűen bennem van annak a tapasztalata, hogy Isten szeretete valahogy éltet,
Osszad meg házastársaddal, gyerekeddel, ismerősöddel. Oszd meg azt, hogy mit jelent a mai mise, mit jelent egy csodás természettapasztalat, hogy hogyan tapasztalod meg a szeretetet. Ha el tudsz kezdeni beszélni erről, akkor tanítvány vagy, aki tanítványá teszed a másik embert is. Lépj be ebbe a folyamatba. Próbáld megismerni Istent, rácsodálkozni Isten szeretet közösségére, minden bizonytalanságoddal együtt tanulj tőle, hozd meg másoddal is kapcsolatokat. Légy tanítvány, és tégy tanítványá másokat is a saját élettapasztalatoddal. The Feast of the Most Holy Trinity celebrates the central and deepest mystery of our God. The disciples received the commission to go forth and baptize all nations in the name of the Trinity. Good to remember that the Greek word for baptize also means to immerse. The disciples, through the teaching, are to immerse their new followers in the presence of God, in the presence of Father above them, in the presence of the Son beside them, in the presence of the Spirit within them. And this immersion could happen by renewing all our relationships with God, by searching and finding Him gratefully in my daily life, with our neighbors, offering forgiveness, and with ourselves, accepting our limitations, even our fatigue, in this difficult time especially. Like in Advent, now we are called to experience and share the presence of God. As Jesus promised, I am with you always. Empowered by that, leave everything behind what does not help in that way. You have got the gift of Spirit. Use them freely. Share them abundantly, celebrate them joyfully. Amen. Most valljuk meg hitünket a Szent Háromságos Istenben, hogy az apostolok megtapasztalták őt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ennek a hitnek a bizalmával fogalmazzuk meg kéréseinket. A magyar politikusok megtérésért, Pakusz Györgyért 86. születésnapján, Sebestyén Antalnért 90. születésnapján, elhunyt Lencs Annáért 6. évfordulóján, elhunyt Barna Józsefért, Hősök napja emlékéért, az első és második világháború és 56 elesetteiért, Márti Jaiért, elhunyt Bukovec Dávidért, Fábián nagypapáért, Engyel és Kelemen nagyszülőkért, Kelemen Ferencért, Józsefért, Annusért és Máriáért, Engyel Ágnesért és Kláráért, elhunyt Istvánért, egy idősebb Engyel Gyuláért, elhunyt dr. Házi Jenő néért, elhunyt Füzéri Lajosért, elhunyt Varga Istvánért, elhunyt Sebestyény Antalért, Bájer Jánosért, Szlanicsá Máriáért, Bájer Annáért, Szűcsi Borbáláért és gyermekeért, Emilért és Borbáláért, elhunyt Simon Józsefért és Józsefni Herzog Irénért, elhunyt Sas Tiborért, elhunyt Szendi Lajosért élő is,
elhunyt szervó és szendi családtagokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. For departed Matthew Braganza and Vernon de Souza, birthday blessing on Jeremy de Souza and Alfonso Salgrossi, for departed Zubida Kanbai. Mindezekkel a szándékokkal, Urunk, hozzád fordulunk, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egyisten dicsőség életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezesse minden ember az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Imádkozzunk továbbra is templomaink megnyitásáért, hogy megtapasztalassuk ezt a szeretet közösséget, amit a Szent Háromságban látunk. Urunk, hallgass meg minket! És egy kis csöndbe fogalmazzuk meg saját hozott ima szándékainkat. Ti szándékaitokért imádkozzunk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, Istenünk, léthoztuk minden kérésünket, áld meg ezeket a Te szent akaratod szerint, ezt kérjük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kéréseink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által szenteld meg fölajánlott adományainkat, s tégy minket általuk, neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Emeljük föl szívünket. Lemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi úrunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, az fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fennségben. Ezt dicsőítik az angyalok, kik örökké éneklik és együtt zengik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Valóban szent vagy Istenünk, s méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. Néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutassunk be néked. Kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Tamás püspökünket,
egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általálászod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. És imádkozzunk most Jézus szavával, úgy, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkénket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr ezen békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást, te béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Én az Isten báránya, én aki elveszi a világ bűneit, a mi bűneinket. Boldogok vagyunk, mert meghívott húsvéti asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyújul az nyelvvel. Imádkozunk azokkal, akik most nem lehetnek velünk. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, s védj lakást benne örökre. Amirunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tiéd akarok lenni életemben, és halálom után is. Ámen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, e szentség vétele és az örökkévaló, egy és osztatlan szent háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére Krisztus a mi Urunk által. Amen. Néhány hirdetés. A hétvégének a szép programjai közül hagy hívjam fel a figyelmet. Tegnap oda az a Székelyudvarhelyen volt jezsuita rendtársnak a papszentelése, elérhető a neten, a Facebookon. Tegnap nagyon szép kerékpártúra volt, így az összetartozásnak az emlékére már készülünk ki, így a trianoni emléknapra. Akik ott voltak, tényleg azt hiszem, hogy nagyon élvezték, jó volt együtt lenni közösen. Köszönjük, akik szervezték és akik eljöttek. Tegnap este nagyon szép zenei vesperásunk volt, ami elérhető ugyancsak így a YouTube-on, Teleki Gergőnek egy nagyon szép zongora ajándékait számunkra. Ma délután, mise után áldozás az udvaron és a templomba, bérmálkozás. Jövő hétből csak azt szeretném kiemelni, hogy első péntek egész napos szentségimádás előre bejelentkezéssel, este 7 órakor tezéi szentségimádás, 8 órakor pedig trianoni ökumenikus megemlékezés, templomok zártsága miatt ez mind-mind csak így előkészítőkkel, de kapcsolódjatok be. Jövő szombaton a Tiszán innen tengeren túl lesz egy virtuális megemlékezés. Vasárnap tartjuk így a megemlékező misét. Ennyit a programokról. Ezen a héten, az elmúlt héten és jövő héten egy-egy olyan videóanyagot osztunk meg, amik lehetnek majd a jövő őszi felnőtt katekizmusnak a részei. Nézzétek meg, és hogy melyik igazán, amely segít. Segítsetek dönteni, két szép sorozatról van szó. Kérem továbbra is, hogy írjunk levelet érsekatyának és a képviselőknek, jelezve, hogy valóban komolyan gondoljuk azt, hogy jogtalan a templomok bezárása. Betettük így az első 4 hónapról az anyagi beszámolót, köszönjük az adományokat. Próbáljuk azzal, hogy a picikért még részletesebben írjuk ezeket, hogy lássátok, mire jönnek be, és hogy mire adjuk ki ezeket. Köszönjük az adományokat mindenkinek. Én kívánok egy áldott vasárnapot, és talán két üzenetet, két feladatot vigyünk el magunkkal. Jövő héten, hogyha imádkozunk, próbáljuk egy picikét megnézni azt, hogy melyik isteni személyt szoktuk megszólítani legkönnyebben, legtermészetesebben az imáinkba? Talán Jézust? Próbálok egyszer azt, hogy most miért nem, amikor a Szent Lelket megszólítom, miért nem, amikor az Atya Isten szólítom meg. Próbálok egy picikét ráírni, mit jelent számomra ez a Szent Háromságos Istenkép. És a másik persze az, hogy próbáld megújítani személyes kapcsolataidat. E minta alapján megéri, és tud mindig, hogy Jézus veled van ezen az úton. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen, kísérjen bennünket a szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Küldetésünk van, maradjunk Isten békéjében. Istennek legyen hála. Thank you.